Köszöntök mindenkit a Bunker legújabb adásában. A mai műsorban szó lesz az Antifa ügy legújabb fejleményeiről, az öt próba és a kitörés túra kapcsolatáról, Kárpátalja esetleges visszafoglalásáról, valamint az Opre Roma párt ásotthalmi akciójáról, és a mai adásban segítségemű lesz, hogy kivesézzük ezeket a témákat. Kirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője. Üdvözlet! Lipták Tamás Aldó, a Jobbszélső Telegram csatorna szerkesztője. Üdvözlök mindenkit! Ince Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja. Üdvözlök mindenkit! Valamint Szász Péter, katolikus hitvédő, a Depozítum Facebook oldal főszerkesztője. Én is üdvözlök mindenkit! Egy kis kulisszatitokként elárulnám, hogy mikor beszéltük, hogy miről lesz szó ebben a műsorban, nem akartunk az Antifáról beszélni, főleg, hogy az előző adásban szinte elég. Szépen kiveséztük ezt a témát, viszont azóta azért voltak fejlemények, úgyhogy muszáj ismét szóba hozni, hogy a három külföldi antifát fogtak perbe, és hát az elsőrendű vádlott Ilária Szalisz, aki, hogyha nem ismeri el tettét, akár több mint tíz év börtönt is kaphat, meglehetősen mosolygósan jelent meg a tárgyalóteremben, holott pont arra hivatkoznak, hogy milyen zord körülmények között tartják őket a magyar börtönben. Hogy látjátok ezt, Béla, akkor először hozzátfordulok hát már ugye az előkészítő ülés követő elsőfokú tárgyalás is meg, tehát az első fordulója az első foknak meg is történt, és ha beismeri a tettét, ugye ő akkor kap 11 évet, legalábbis az ügyészség ennyit kér rá, ha nem ismeri be, akkor ennél többet fog kérni az ügyészség, nekem olyan háttérinformációim vannak, hogy akár 16-20 évet is kérhetnek rá, remélem minél többet azért ezt tegyük hozzá. Nekem az a véleményem erről a kérdésről, hogy bár egy nagyon súlyos vád van megfogalmazva ellenük, hogy a bűnszervezetben elkövetett és csoportosan felfegyverkezve elkövetett súlyos testisértés, tehát a különböző minősítések azok csak úgy repkednek, ugye azok nagyon sokat számítanak ebben az esetben. Egy dolgot hiányolok, a terrorizmus minősítését. Ugye bár én azt konkrétan a tavalyi események után kifejtettem, hogy Szkeptikus vagyok azzal a kapcsolatban, hogy az antifát terror szervezetté lehet-e minősíteni, ugye amiatt, mert nem egy kézzelfogható szervezetről beszélünk. Azonban a csoport esetében nem áll fenn ez a probléma, hiszen a de az egy kézzelfogható, hierar hierarchikusan felépülő szervezet. Tehát itt ez teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy ez itt megfogható lenne terrorizmus kategóriában is. És Pont a, a, műsor felvételét megelőző napon Tamás alattunk interjút két olasz forgatócsoportnak is, akik értetlenkedtek, hogy miért ilyen súlyos a vád, miért beszélünk mi is terrorizmusról. És hát akkor nekik elmondtam, hogy ugye ahhoz, hogy valakit terrorizmussal vádoljanak, pontosabban, hogy valaki terrorizmust kövessen el, ahhoz nem kell emberek százezreinek, millióinak meghalnia, ahhoz nem kell bombát robbantani. A terrorizmusnak a tankönyvi definíciója az az, hogyha egy személy vagy egy csoport akár erőszak útján, akár bármilyen más presszió útján a társadalmat befolyásolnia, tehát nyomást akar gyakorolni a társadalomra. Félelmet fé -félelme, Félelem útján gerjeszti Aha. ezt a, a befolyásoló erőt. Akkor, akkor ott megvalósul a terrorizmus. Itt pedig egyértelmű, hogy ez történt, hiszen Magyarországon ö, ö, nagyon sok ezren ö, részt is vesznek ilyen megemlékezéseken, nyilván ennek a hatványozott száma az, akik szimpatizálnak a megemlékezésekkel, vagy valamilyen formában ö, meg akarnak emlékezni azokról a katonahősökről, akik Budapestet védték, ö, és ez az akciósorozat arra irányult, hogy ne merjenek az emberek kimenni az utcára. Hála Istennek ez abszolút sikertelen volt, de, de hogyha ezt logikailag végigfuttatjuk, akkor kimutatható a végén, hogy ez terrorizmus. És hát egyébként azt is tegyük hozzá, ami nekem így szemet szúrt, akár az olasz forgatócsoport kapcsán, ugye nézegettem én is a, vagy próbáltam nézegetni a különböző külföldi híradásokat, de Magyarországon is megjelent az a narratíva, ha nem is ennyire kimondva, de utalva rá, hogy igazából most itt mi történt, hát szélsőjobbosokat vertek. Tehát, hogy mintha ezt így lehetne gond nélkül csinálni, mintha ki lenne az mondva, hogy ja, hát hogyha szélső jobbost vert, akkor, akkor végül is miért nem a Kempinski-ben van elszállásolva ez a nő? Hát Tamás igen, a ezt... mércén, ugye meg is jelent egy olyan cikk, hogy bűne valójában nácit, illetve szélső jobbost verni. Igen. igen. hát a hangulati... az még az akciók előtt jelent előtt, meg. Igen, tehát hangulati igen, előkészítés nem. Ugye már megtörtént ebbe az esetben. Ami erősen utal arra, hogy ö, ö, erős gyanú, alaposan megalapozott gyanú lehet arra, hogy van valami kapcsolat a mércének a szerkesztő és ezen csoport között. Tehát, hogyha Köszön ezt már itt behang, ráhangoltak, akkor egy ilyen vélelemmel, vagy erős gyanúperrel érhetünk legalábbis. Igen, az Én... pedig az erős gyanúpernél két fokkal erős. Tehát az egy tényszerű dolog, hogy a mérce szerkesztőségében olyan emberek dolgoznak, akik a magyar antifával, most nem tudom, hogy tagsági viszony náluk az hogy van, de hogy részei aktívan a magyar antifasiszta közösségeknek. Tehát ez ez, 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 egy tényszerű dolog. Innen már csak egy lépésre vagyunk, ez hangsúlyozom én is, vélelmezés, de innen már csak egy lépésre vagyunk a bandéval való kapcsolattól. És szóval... azért, amellett azért nem menjünk el szó nélkül, amit Aldo már pedzegetett, hogy a nemzetközi sajtóban, a független objektív médiumokban, Guardianben, BBC-n és a többi hasonló portálon konkrétan úgy jött le ez a hír, hogy neonácikat vertek Budapesten, és hogy ugye most bíróság elé állították őket, holott a magyar rendőrség és a bíróság is elmondta, hogy itt nem neonácikat vertek, bármit is jelentsen ez, hanem ruházat alapján általuk jobboldalinak vélt embereket, és hát való, valójában is, hogyha aki a gazdagréti áldozattal beszélt, ő egy tisztességes magyar ember, iászkodni szokott, annyi, hogy terepruhás nadrágot hordott, meg tarsoly volt az oldalán, de neki semmiféle Köze nincsen semmiféle szervezethez. Sőt, ugye tudjuk, hogy a támadás előtt egy, egy magyarul beszélő fiatal hölgy odament hozzá, és megkérdezte tőle, hogy ő fog-e menni a kitöréstúrára, vagy a becsületnapjára. amire ő azt válaszolta, hogy hát több ismerő sem megy, ő nem fog menni. Tehát még, még erre is adott, hogy ő nem jelenik meg ezen a rendezvényen és ennek ellenére utána támadás érte. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos pont, ugye nem ismerjük pontosan még a nyomozati anyagot, ez nem nyilvános egyelőre, de én remélem, hogy ezt a rendőrség a legnagyobb komolysággal veszi, hogy itt, ha valahol egyértelműen tetten érhető a magyar szál, akkor az ez a pont, hogy őt megkérdezte egy magyar lány a támadás előtt két perccel erről. Tehát azért itt azért arról is szó van, hogy a nyugati médiának a, a narratíváján túl, ugye Georgia Meloni is... Orbán Viktorhoz fordult ennek a nőnek az ügyében, azt pedzegetve, hogy hát itt egy olasz tanárnő milyen sanyarú körülmények között van a börtönben, de arról szó nem esett, hogy egyébként ez az olasz tanárnő a vád szerint legalábbis, mert nyilván még nem tudhatjuk biztosra, de a vád szerint egy olyan csoportnak a tagja volt itt Budapesten, egy olyan csoport tagjaként tartózkodott itt Budapesten, akik viperákkal és egyéb az élet kioltására alkalmas eszközökkel csoportosan támadtak meg hátulról sunyi módon védekezni képtelen magyar embereket. Igen, azt ugye a tegnapi ö, olasz össz, ö, forgatócsoportoknak adott interjúból is, illetve az olasz bajtársainktól is tudjuk, hogy egyébként az olasz médiában ez teljesen máshogy van interpretálva ez az ügy. Ott az van előadva, hogy ö, itt... Ö, utcai verekedések történtek, és hogyha még ez a tanárnő is, az a Szalisz az elkövető, akkor is teljesen irreális a, a, a kért büntetés mértéke, meg a fogvatartás körülményei is, hiszen terroristaként van kezelve. Tehát a, a, a ennek a hátterében, hogy sikerült kilobbizni, hogy a Melóni megkeres Orbán Viktort, ez áll, hogy, hogy az olasz liberális média, illetve az olasz antifa is ott van a hátterében a, 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 ezeknek a mozgásoknak, sikerült elhitetni azt a médiával és a médián keresztül a társadalommal, hogy, hogy itt, itt, ilyen nevetséges dolgok történtek, sima utcai verekedésekről beszélünk, és azok a felvételek pedig, amik keringenek az interneten, akár az egyik megtámadott emberről, akinek ugye szana volt nyilva a feje, és gyakorlatilag felismerhetetlenre volt verve, arra személyesen a, a az első rendű vádlott, a Szálisz édesapja kommentelte oda az több helyre, és utána ezt terjedt el a médiában, hogy ez, ez egy fake fotó, ez nem is igazi. Tehát az, az, az olasz társadalomnak ez van bemutatva. Most azért a tegnap elkészült interjúkkal reméljük, hogy ezt ö, részben sikerül majd egy kicsit helyre igazítani. Hát igen, csak ugye Georgia Meloni elvileg jobboldali, vagy legalábbis annak olyan magát, úgyhogy hogy van ez Zsolt? Hát én most a George Melodnak a szemében nem kívánok foglalkozni, nem tartom jobb oldalinak, tehát maradjunk ennyibe. Viszont a antifasiszta tanárnőgyével viszont igen, annyiba, hogy számomra egyébként hihetetlenül megdöbbentő volt az a az elvetemült gonosz pofáján, amit ott lényegében produkált a tárgyalóteremben, és ez pont azt támasztja alá, hogy ugye a múltkori műsorunkat avval a ekotikus az zártuk be, hogy ugye a nőket komolyan kell venni, és ténylegesen komolyan kell venni, mert le a kalappal, mert az a fajta fanatizmus, ami ennek a nőnek az arcára volt írva, azért ez, a példaértékű. Most a legkomolyabban mondva, euh, még valahol el is és a is, mert 11 év néz ki neki jó esetben, és egy pillanatig nem látsz rajta összeomlás jeleket, pillanatig nem látsz arra, hogy megtört volna, hanem büszke és elszánt hit az, ami ki rajzolódik a gonosz vigyora mögé. Nekem pontosan a spanyol polgárháborúnak volt egy ilyen klasszikus arca, a Dolores Ibaruri, ugye a La Pasconaria, ugye így nevezték, aki szintén hasonló volt ehhez a, ehhez a nőhöz, mármint így arculatilag, vagy hát az arculatát úgy értem, hogy nem a testi hasonlóság, hanem a gondolkozás és a, a baloldali szélsőségesség tekintetében. Na például ő arról volt ismeretes, hogy az elfogott katolikus papoknak előszeretette haraptát a torkát. És ennek a nőnek a durva vigyora mögött pontosan úgy ez az elvetemült fanatizmus vehető és látható. Tehát nagyon komolyan kell venni ezt a jelenséget, mert ezek betegesen hisznek abba az elmebetegségbe, amiért készek akár az életüket is feláldozni, és, és akár több évtizedet is börtönbe tartani. Ezek hisznek önmagukba, ez látszik. Tamás, ehhez visszakapcsolva, hogy miért van ez, ez egy ennek nagyon egyszerű a válasz: a jaltai világrend még mindig fönnáll. Általában azt tanítják ma, hogy 89-ben vagy 91-ben a Szovjetunió szétesésével ez megszűnt. Nem, a jaltai világrend lényege, hogy a tengelyt totálisan, világnézetileg is feltétel nélküli megadással meg kell semmisíteni. És az antifasizmus azóta egy olyan viszonyítási pont, Amihez mindenki megfelelés kényszerrel él, a látszólagosan legkonzervatívabb erők is. Ennek egyszerűen az az oka, amit ma már újraírják ebben is a történelmet, hogy gyakorlatilag akár Benito Mussolini, akár Adolf Hitler vagy Szálasi Ferenc is Magyarországon koalíciós kormányba lépett hatalomra és velük szemben szervezték meg úgymond a demokratikus jobboldalt, vagy az antifasiszta jobboldalt és népfrontot. Nem véletlenül hívták hazafias népfrontnak 90-ig, amiben elvileg nem csak az MSZNP volt benne, hanem párton kívüliek is, tehát úgymond társutasok is és gyakorlatilag 89-ben is az ellenzéki kerekasztal és az MSP tárgyalása ide jutott el, és gyakorlatilag ma Magyarországon kommunista párt is működik, bár 13-ban levetették a nevét, ugye Türmer Gyulával, aki kontinúsan jogilag jogutódja az MSZMP-nek. Most képzeljünk el Európában bárhol egy fasiszta pártot, ami bármilyen szempontból jogutódja, hogy fasisztának minősített pártot. És ez ide, ide megy vissza, és olyan a meg, egy megfelelés kényszerem még Bélával voltunk múlt héten egyébként a maga nemében úttörőnek számító könyv bemutatóján, Békés Marcinak, Békés Mártonnak a könyv bemutatóján, a konzervatív forradalom, és mint a forró kását kerülgető macska, és ez általában mai német úgynevezett, konzervatív, forradalmi vagy új-konzervatív gondolkodókra világháború után jellemző, hogy minden jó, csak a nácizmus nem. Ők mocskolt minket be, kicsit úgy, mint a, ahogy mondjuk az anarchokommunisták, vagy valaki azt mondják, hogy ez nem a kommunizmus volt, a Stálin, meg nem a mi bűnünk, és elfelejtik, hogy tulajdonképpen a harmadik utasságot 45-ben kivégezték, és velük együtt ezeket a társutasokat is, úgymond, ha, ha mondhatom így, akik, akik, ebben Németországban és Olaszországban vagy Magyarországon részt vettek ezeknek a rezsimekbe. És ez a külóni vérbű, mert a Weimári köztársaságban is úgy volt a felhatalmazási törvény megszavazva, 44%-a volt az NSDAP-nek, hogy a DNVP egységesen, hangsúlyozom, egységesen, a forradalmi konzervatív párt megszavazta a felhatalmazási törvényt a nemzeti összefogás kormányának, és a, a katolikus centrum párt jobb oldala is Megszavazta. Így lett a Nemzeti Összefogás Kormányának felhatalmazása, hogy törvényeket hozzon rendeleti úton 1945-ig bezárólag. Tehát azóta, ha előkerül ez a mumus úgymond, hogy valami fasiszta, rögtön megy az elhatárolódási kampány. És ez sajnos a bűnügyi munkába, vagy a nyomozati munkába is tükröződik, hogy egy ilyen betörés, a szuverén Magyarország területére ilyen terroristák egyáltalán beléphettek a határa előfordulhatott, és ezzel szemben, ha valakire a fasiszta bélyeget rácsukják, az már körülbelül, hogyha mondjuk megfigyelés révén tudják, hogy Magyarországra akar valamilyen rendezvényre jutni, de ezt Béla itt nyilván megerősítette konkrét példákkal, akkor nem, hogy a repülőtérig sokszor nem jut el, hanem a háza előtt már a busz megállóik, hogy elmenjen a repülőt. Érik. Hát ott van most az a német srác, ugye, aki... Igen, azóta már és Németországból több jelzést is kaptunk, hogy ezt többek megkapták, hogy a Németország nem annyira demokratikus keretek között mozog, mint ahogy a neve azt mutatná. Ö, hanem Matthias Deidáról van egyébként szó, aki a, a Die egy tagja, és nem mellesleg egyébként a Dortmundi önkormányzat önkormányzati képviselője. Ö, és ő nem vásárolt repülőjegyet, nem jelezte sehol nyilvános fórumon, hogy ő jönni fog Budapestre ugye becsületnapi a becsületnapja alkalmából német hatóságok elébe mentek ennek az egésznek, és kiutazási korlátozás léptett a kérvénybe. Most ebben a pillanatban is még kérdéses, hogy a bíróság ezt jogszerűnek fogja találni, vagy nem. Szerencsére egyébként az elmúlt évek gyakorlata az, hogy a bíróság ezt nem találja jogszerűnek, és általában hatájon kívül helyezik ezeket a döntéseket. Ugye ez történt a European Fight Night-nál is, illetve a tavalyi becsületnapja esetében is ez azért megdöbbentő, igen, hogy ehhez így próbálnak meg hozzáállni, hogy az Európai Unión belül Európai Uniós állampolgár, aki ellen egyébként semmiféle eljárás nem folyik, aki nem mellesleg Dortmund város önkormányzatának a képviselője, azt már előre vélelmezik róla, hogy ő valamiféle, mert ez a hivatkozási alap, hogy el fog jönni a becsületnapjára, ahol régebben felszólalt, most lehet, hogy újra fel fog szólalni, és azt vélelmezik, hogy valamiféle bűncselekményt fog ezáltal megvalósítani. És egyébként tegyük akkor hozzá, hogy a, ennek a, az olasz tanárnőnek, bár lehet, hogy tényleg az, nem tudom, a tárgyalására ugye több barátja, elvtársa, ki tudja, hogy akár csoportársa is uh, itt volt a tárgyaláson. Tehát úgy tűnik, hogy rájuk nem vonatkoznak ezek a, ezek a uh, ilyen eljárások a hatóságok részéről, hogy aki veszélyes lehet, azt akkor nem engedik utazni akár Olaszországból, Németországból, stb. stb. Egy évvel az, az, ezek után, az antifa támadások után úgy tűnik, hogy ők továbbra is szabadon járhatnak, kellhetnek. Ráadásul ugye alig több, mint egy héttel a becsületnapja előtt, tehát itt, itt szerintem a magyar szakszolgálatoknak, illetve hát a az egyéb ö, ö, már már végrehajtó szerveknek lenne ott a felelőssége, hogy egyrészt azonosítják őket, és azt mondják, hogy, hogy ö, nem léphet be az ország területére. Mert, mert ilyen és olyan kockázattal bír, hiszen ilyen és olyan kapcsolatban áll különböző antifasiszta csoportokkal. Ugyanezt a becsületnapjával kapcsolatban meg tudják tenni az előbb elmondottak alapján is. De, de az előbb elmondottak, hogy a német hatóságokra vonatkoznak, a magyar hatóságot érintett ebben, hogy amikor mi bejelentjük a, a becsületnapi megemlékezést, nyilván nem ezen a néven, hiszen a gyülekezési törvény ezt már nem engedi meg, akkor mindig szerepel az a passzus a tiltó határozatban, hogy a társ szerv tájékoztatása alapján a rendőrség azt az információt kapta, hogy a szervezői kör azonos, mint a becsületnapjával. És ezért azt vélelmezi, hogy ez egy becsületnapi megemlékezés, védekezés lesz, ezért és ezért és ezért tiltó határozatot ad ki. Tehát itt, hogyha csak nem kontroll c kontroll v de akkor az törvénysértés lenne, hiszen akkor kamura állítja ezt, tehát én nem feltételezem, hogy a kamura állítja ezt. Itt ö, igénybe lehet venni a szakszolgálatokat, a szakszolgálat segít, a szélső balesetében nem. Igen, és Gulyás Gergely arról beszélt a Kormányinfon, hogy mindent meg fog tenni a magyar állam, hogy Antifasiszta bűnözők és neonácik se érkezhessenek Magyarországra. Mondjuk az utóbbiak, nem tudom kiszámít számít neonácinak egyrészt, másrészt, igen, hogy milyen. Ez, hogy kíváncsi. Másrészt, ez az az részt, hogy milyen, ez milyen, ez milyen, bűncselekményeket követtek el az elmúlt években. De... Te akkor javaslom, még... hogy kérdezzék meg Dortmund polgármesterét, hogy vannak a neonáci önkormányzati képviselők Dortmundban. <síns> <síns> ez <De> nagyon fontos dolog. <síns> Le talán... lehetővé teszi a német alkotmány és az alkotmányvédelmi hivatal. Valószínűleg igen, hogy tudjuk. De ami nagyon fontos még az olasz antifasizmus múltjával kapcsolatosan, és ugye ezért is kell komolyan venni ezt a tanárnőt például, hogy az olasz antifasizmus azért azt lássuk, hogy 80 Években, ott a vörös brigádok és a tevékenységét megfigyelve, tehát rendkívül brutális és rendkívül véres volt. Ugye a az elrablás és meggyilkolása és a nevükhöz ugye fűződik, tehát itt azért ez nem egy olyan kis brigád, ami tegnap előtt jött létre egy, mit tudom én, egy szójálatta mellett, hanem ezeknek nagyon komoly, azt lehet mondani, múltjuk van, akár fizikálisan tekintve, akár ideológiailag. Tehát kurvára kellene vigyázni. Egyébként annyit hozzáteszek, hogy olvastam most valami hasonlót, hogy a a a a költségvetési támogatását meg akarják vonni. Meg is vonták, Meg is mondták, mert meg, meg azt vélelmezik, hogy, hogy a párt, illetve nem vélelmezik, hanem azt állapították meg, hogy a párt alapszabályában foglaltak azok ellentétesek a demokratikus köztársaság működéseivel. Csak most ez, ez azért nagyon fura, mert meg, meg azért tűnik alaptalannak, mert hogyha megállapítják, hogy a párt alapszabálya, illetve célkitűzései ezzel ellentétesek, akkor be kell tiltani a pártot. De erről szó sincs, csak nem csak a pénzügyi pénzügyi támogatását vonják meg, hogy a működését ellehetetlenítsék, hiszen arra nincs bizonyíték, hogy amit állítanak, de azért egy ilyen intézkedést meghoznak. De ez már egy másik téma, meg ez nagyon távolra vezet. Csak ez is a, a demokratikus köztársaságok ilyen, ilyen halálkanyarait mutatja, hogy, hogy ahol kicsit kimutatják a foguk fehérjét, Igen, kinek mit szabad. Javaslom, hogy induljon a jogállamisági eljárás Németország ellen az EU-n belül. Ezek után azért ez indokolt lenne. Viszont mi maradjunk itthon a kitörés emléktúra bekerült az öt próba túrák közé, majd néhány nappal később kikerült. Röviden elmondanám, hogy mi ez az egész. gyakorlatilag az olimpia előtti öt próba az azt jelenti, hogy különböző túra útvonalakat lehet regisztrálni, és aki ezeket teljesíti, az kap bizonyos számú pontot, és a végel akinek megvan bizonyos mennyiségű pontja, az részt egy sorsoláson, és akár a Párizsi olimpiára repjegyet meg belépőt nyerhet. És hát a kitörés emléktúra, mint hazánk egyik legnépszerűbb túrája is bekerült, a regisztrálásra került. A tavalyi évben több mint három ezeren vettek részt a túrán, és a közönség szavazáson, és ha jól tudom, első vagy második helyen végzett az összes magyarországi teljesítmény túrát illetően. És hát gyon, vagy érdekes volt az is, hogy bekerült ismerve az előzményeket, hogy mennyire támadják ezt a túrát. De még érdekesebb volt, hogy milyen indokkal került végül ki a Zöld próba ügyvezetője a Facebookon arra hivatkozott, hogy hát látott a kitöréstúra holnapján horok keresztez zászlót és Adolf Hitler portrét, és hogy emiatt felül vizsgálta a saját döntését. Csak itt ugye az az érdekes, hogyha egyet kattintott volna, akkor a következő képen Stalin portré van, és Szovjet zászló, ugyanis ezen a túrán mind a Harmadik Birodalom, mint pedig a Szovjetunió jelképei megjelennek. És az, az, az Egyesült azért, Államoknak, és igen, tudom, az Egyesült Királyságnak is pont, van amerikai pont is. Pontosan a, azért, a, hogy ugye korhűvé tegyék ezt az egészet, tőle. mert ez egy emléktúra. A második világháborút hogy... idézi meg valahol. Hogy erről mit gondoltál? Hát egyébként azt azért szerintem tegyük hozzá, bár én is egyetértek, és én is ö, azt mondom, hogy, hogy ö, elképesztő az, hogy ma Magyarországon is erről a múltadásban beszéltünk, hogy ö, nem tudom én, Sarló Kalapácsért, Vörös Csillagért, vagy bármilyen kommunista, szovjet jelképért még soha semmit nem tiltottak be, nem töröltek, nem kérdeztek fel. Ö, Vajnai Attilával volt egy ilyen ügy, csak az, az is megakad gyakorlatilag, hát és ő, azóta is igen. szabadon úgymond használja, a hatályos magyar jogszabályokkal szemben, ugye mi öt önkényuralmi jelképet tilt annak direkt politikai használatára. Igen, de ettől, ettől függetlenül azt nyilván hozzá kell tenni a túra kapcsán, hogy ugye bár jelen van, nem ennek állít emléket, hanem valóban ugye a, kitörő, a várból kitörő magyar és német csapatok heroizmusának és, és küzdelmének állít emléket maga ez a túra, ezért indul a várból, és ezért nem odaérkezik ugye a, a, célja. Viszont itt szerintem ugyanaz a jelenség van, mint amiről az előző témában is beszéltünk, hogy hogy kialakult már a Magyarországon is teljesen, ugye, amit, ahogy te is mondtad, Péter, hogy ez a minden, ami a kvázi nacionalista vagy szélsőjobbtól balra van, az úgy ilyenkor így egybefor. És az ugye ilyenkor így egybe közösen határolódik el az úgynevezett széljobb, vagy nacionalista, vagy teljesen mindegy, most hogy hívjuk ezeket, témáktól, megemlékezésektől. És igen, ilyenkor látszik valójában, hogy, hogy ez, a, ez a berendezkedés, ami Magyarországon is van, ez a nyugati típusú demokrácia, ez kit is tekint ellenségének, és ki ellen is fogalmazza meg önmagát. De ugyanez látszik a, az Antifa tanárnőnek az ügyéből, ahogy azt kezeli akár a hazai baloldali sajtó, vagy a nyugati mainstream média. Tehát szerintem ez, ez, ez ugyanennek a, a lenyomata. Hát jó lenne most már ebből tényleg kitörni, hogy így mondjam, ebből a nézőpontból. És különösen jó lenne, hogyha magukat egyébként jobboldalinak mondó és hirdető körök, emberek képesek lennének most már ezt az egészet felülvizsgálni magukban, és, és valóban azt nézni, hogy, hogy miről szól akár a kitörés emléktúra, akár a megemlékezés, bármi. Én egy kis történelmi visszatekintéssel hagy ajándékozzam meg a nézőket, hallgatókat, hogy hogyan is jött létre ez a kitörés túra, mert a legelső kitörés túrának a szervezésében konkrétan benne voltam, aktívan. Hogy amit a Magyar Nemzeti Arcvonal tagja, ez ugye 2000 februárjában történt meg ez a legelső kitörés túl, Ez válasz volt a kormánynak arra a lépésére, amikor a 99 február 13-ai becsület napja után a Viking Klubba történt ugye incidensre és atrocitásra hivatkozva, megtiltotta azt, hogy közterületen bármilyen formában is megemlékezést tudjunk tartani a kitörés hőseire, és akkor mi a Magyar Nemzeti Arcvonal tagjai, kiegészülve a Magyar Német Történelmi Társaság néhány prominensével, most neveket nem akarok ide sorolni, mert lehet, hogy most neki már egy bizonyos formában ez kicsit kínos lenne, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy egy ilyen alternatív válaszadást tettünk a kormány irányába, jó, akkor nem lesz megemlékezés, hanem akkor végigjárjuk a kitörő hősök túlaját, és közel egy ilyen 40 fővel ezt mi akkor végre is hajtottuk, óriási rendőrségi kísérettel, egyszer egyébként egy külön előadás megérdemelne a ez a történet, mert rengeteg bohókás élmény volt meg mi egymás, de pontosan azért tettük meg ezt a lépést, hogy magát a kitörés napját, magára az arra szervezett megemlékezést, ami egy kegyeleti megemlékezést, ezt szögezzük le, ne tudják nagyon politizálni. Pontosan azért nyúltunk egy ilyen lépéshez, mert akkor 2000-ben mi azt hittük, hogy esélyünk sem lesz az elkövetkezendő időszakban arra, hogy bármilyen formában, hogy formálisan megemlékezést tudjunk erre a, történelmi eseményre ugye rászervezni. És, Rendkívül sikeres volt a túra, nagyon tökéletes volt abban a szempontból is, hogy embert próbáló kihívás is, még a kiváló sportolók számára is azt hiszem, főleg a 60 kilométeres táv az aztán brutálisan az, és mellette izgalommal is jár, mert ugye megidézni és végigjárni azokat az útvonalakat, ahol az annak idején kitörő hősök mentek, azt szerintem mindannyiunk számára egyfajta spirituális, spirituális felülülést, kikapcsolódás jelent. Na most a lényeg az egész történetben, hogy jó gondoltuk, mert ha megnézitek, ma Magyarország egyik legnépszerűbb ilyen természeti tájtúra rendezvénye. És igazából akik ezt mai napig is próbálják megbélyegezni, illetve stigmatizálni különböző ma már nem létező izmusokkal, vagy gyakorlati formában nem azok egyrészt egy politikai halálugrás követnek el, másrészt meg az idiotizmusukkal lényegében egy olyan közösségi tevékenységnek állják az útját, ami így, hogy tiltják, még népszerűbbé fog válni. Persze. Ezt már Igen. láttuk. Szerintem csak a történetések kedvéért annyit van érde érdemes hozzátenni, hogy két különböző túráról van ugye szó, amit te mondasz, azt a Alkai Zsolt csinálja mind a mai napig, ez, ez most 10, február 17-én ez, ez az egy volt. E igen, igen, az akkoriban a bolyzoliék csak... még ugye aktívan ők ebben nem vettek. Igen, igen, ez pont, pont ezért akarom... Hogy ebből fejlődött ki valahol az is. A, a, igen, a későbbiekben a bolyzoliék ezzel kap, tehát innen kaphatták az ikletet. Van, Mondom, én ezt neki kéne elmondani. Ettől függetlenül az a kalappal és gyönyörű, amit csináltak. Hát is. Ahogy hogyne, hogyne, természetesen, természetesen, természetesen. De akkor, hogyha már uh, eljutottunk ideig, akkor a reklám helye, hogy uh, ugye február 10-én lesz a Mojzoliék által, tehát a Börzsöny akciócsoport által szervezett uh, túra, ugye ez több, uh, ez a klasszikus teljesítmény, túra itinerrel, több távol lehet indulni, és a, annak a túrának a jogutódja gyakorlatilag, amit ugye te mondasz, az eredeti túrát, pedig az Alkai Zsolt és a, a, az ő a képzett ö, ilyen katonai hagyományőrző és hadisír kutató és gondozó egyesület szervezi, az pedig február 17-én lesz. Ö, én majd erre az utóbbira fogok menni, de köreinkből nagyon sokan mennek a másik túrára is, tehát én mindenkinek ezt javaslom. Ö, ezt mondom, csak a történetiség miatt tartottam fontosnak, hogy ha pont nyilván sok olyan ember nézi a műsort, akik ezzel tisztában voltak, és hogy akkor ez mondjuk ki minél több ember számára. De akkor azt is tegyük Ö, hozzá már csak a tisztállátás véget, hogy amiről most szó volt az öt próba kapcsán, az a Mojzoliék félre. Igen, 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 hogy ne, és most vissza is akkor az öt próbára. Egy civil egyesület által szervezett, rendes, egy, egy egyesület által szervezett de nincsen semmiféle direkt kapcsolat a bármilyen ők már legalább címkézett mozgalommal. Igen, Tehát ezért igen. mondom, hogy ez, a, ezért, ez még, egy, uh, uh, még egy... még egy, még, egy, még egy okar, hogy milyen nevetséges. Egy, egy cínikusa, csak tiltáls, egy mondat, hogy igen, egy idő igen. után pontosan ezért is léptünk a háttérbe, hogy ez a túra mindenki garantáltan politikamentes maradjon, hogy véletlenül tudják még egyszer mondom stigmázni különböző izmusokkal, aminek már gyakorlati realitása nem Igen. sok. Igen, tehát ez az öt próbás tiltás, vagy hát nem tiltás, hanem a kivétel a zöld próba pontjai közül, <hát>, hát ez ugye nagyon sok ellentmondás van ebben az egész történetben, meg ilyen röhelyes, válik az egész, ahelyett, hogy akkor legalább bevállalná a öt próbának a, a programszervezője, vagy az illetékese, hogy valaki valahonnan presszió érte őt, ez az egyik verzió, a másik verzió, hogy meg mindenféle presszió nélkülő gyáva. Mind a kettő végső soron gyávaság egyébként, hogy meghajlik ilyen akarat előtt, hiszen valamiért eredetileg ő úgy gondolta, hogy ezt a túrát, ami nem mellesleg Magyarország egyik legnépszerűbb, és szakmailag ezt nehéz megítélni, de szerintem a, benne van a Magyarország teljesítménytúráiban a top 3-ban, szakmai szempontból mondjuk így, ezt Pont ezért ő jónak látta fölvenni az öt próbapontjai közé, majd utána néhány nappal később pedig kivenni, és utána előállni egy ilyen magyarázattal, de azt is csak a nyomás miatt, mert akkor a nyomás érkezett ugye különböző nyilvános felületeken rájuk, hogy valamilyen magyarázattal elő kellett állni, hogy hát ő előzőlegesen nem tájékozódott. Hát most akkor ez az öt próba szervezőinek állítja, ki a szakmai alkalmatlanságáról a bizonyítványt, hogy ő úgy vesznek fel az öt próbába különböző eseményeket, hogy nem nézik meg, hogy az mi. Tehát akkor akkor, akkor itt, itt megint az mutatkozik meg, hogy hogy ott van a, a probléma náluk. Igen, a többi-többi szempont az, az így ki volt versézve, tehát én azokhoz így sokkal többet nem tudok hozzátenni. Esetleg még az fontos, hogy mint említettem, a, ezt a nagy, nagy nyilvánosságot, amit kapott ez az egész kérdéskör. A közösségi médiában, az Öt Próba Facebook oldalán láttam egy nagyon tanulságos hozzászólást. Egyébként szerintem többünk ismeri személyesen az új embert, aki oda bígyeztette, hogy borzasztó sok ugye, negatív elítélő, komment volt azzal kapcsolatban, hogy lekerült a túra a programsorozatból. Nekem a kedvencem az volt, hogy világbajnok sportolóként ez, az, az úgy ítélem meg, hogy ez szégyen, amit műveltek, és elhatárolódom tőletek. Tehát ez, ez, az öt próba akkor kiválóan megcsinálta magának ezt a reklámot. Nem, nem, ez igen, nagyon jól igen. sikerült. Azért mondom, hogy halálugrás volt ez politikai értelemben számukra. Tehát... Egyébként még érdekes... do... csak még két dolgot le kell szögezni. Egyrészt, amikor felkerült az öt próba, pontjai közé ez a túra, akkor az öt próba Facebook oldalán úgy tették közzé ezt a hírt, hogy a magyar és német hősöknek emléket állító túra, tehát nem igaz, hogy ők nem tájékozottak erről, illetve a másik, hogy a kitörést túra honlapján fönt van, hogy minden olyan kommunista vagy nemzeti szocialista jelkép, amely megjelenik az ellenőrzőpontokon, az kizárólag azt szolgálja, hogy korhű legyen ez az egész, mint ahogy ha bemész egy múzeumban, ott is találsz ilyen jelképeket. Viszont gyakorlatilag azért azt is szerintem érdemes megjegyezni, hogy ez a rendezvény nem csak a túra, hanem az egész téma, az egész ilyen február első fele tulajdonképpen ma már minden vonatkozásban országosan is a kitörőkről szól valamilyen szinten, és gyakorlatilag ma ott tartunk Magyarországon, hogy lehet, hogyha az átlagembert is megkérdezzük, hogy melyik hónapban milyen ünnepet tud mondani, akkor... Persze a márciust azt a 48-as eseményekhez kapcsolja, az augusztust azt ugye Szent Istvánhoz, jó esetben, 56 október 56-hoz, és biztos vagyok benne, hogy az utca emberre is ma már, ha azt mondjuk neki, hogy február és milyen magyar megemlékezés, akkor minden tiltás, ellehetetlenítés ö, ö, ellenére, vagy talán pont ezért egyébként, de azt fogja mondani, hogy hát legalább az, hogy valami ott a Budai Várban szokott lenni vagy volt. Tehát, hogy ez egy elképesztő üzenet, Nem, nem, nem ilyen a nácik. Hát igen. De, de egyébként ez az egésznek egy elképesztő üzenete szerintem, akár a túra szervezés kapcsán, akár tényleg a megemlékezések, rendezjek minden, hogy hogy ez a rendezvény egész egyszerűen már nem kitörölhető, szerintem legalábbis jó ideig a, a, a magyar köztudatból. És, ez egy jó szimbóluma is annak, hiszen ez a kitörésről szól mégiscsak. És, és, egy nagyon lényeges dolog, tehát aki a túrán elindul, az nincs befolyásolva, nincs térítve. Végig megy a túrán, és önmaga vonja a konklúziót, hogy hogyan is gondol erre a történelmi eseményre. Tehát nincs az, hogy bármilyen behatás érni az, hogy most kinek volt itt igaza, vagy ki a hős, ki az áldozat, stb. Itt, amit a túrázó nagyjából biztos vagyok benne, hogy a végén elismer, az a teljesítmény és az áldozat hozata. Igen, talán még ahogy a Tamás kifejtette itt ezt a. Politikamentes fogalmak, bocsánat, Béla. Abszolút, abszolút, abszolút. Ö, azt akartam én mondani, hogy ahogy Tamás kifejtette itt ezt a mert akkor az jutott eszembe, hogy talán a, a kitörés, illetve hát a becsületnapja erre, ö, ugye, mint egy rászervezett esemény, kijelenthetjük, hogy ez az egyetlen egy olyan ö, évforduló megemlékezés, ami a rendszerváltás óta a magyar jobboldal minden generációjának adott munkát, és minden generáció hozzájárult ahhoz, hogy most itt tartsunk, hogy sikerült átvinni Pontosan. a köztudatba. Tehát ezt... ezt, ezt Vitt tovább az zászlót. Vitt tovább az ászlót. igen. Csak az, az érdekes, hogy éppen azok értéke lesz részben, akik támadják a túrát, meg a megemlékezést, tehát hogyha nem Ez lett volna ekkora ellenszél, akkor most lehet, hogy az utca embere nem tudná, hogy mi történt február 11-én. Péter, még hozzáfűzni Csatlakozom az előttem szólókhoz. Kollépjünk tovább a következő témánkra, és akkor itt most Péter fogja kezdeni, hogyha ő már itt ebben a témában, az előző témában nem szólt hozzá olyan sokat. Torockai László évértékelő beszédében azt mondta, hogy amennyiben szétesik Ukrajna, akkor, magyarorsz... életes, Péter. Akkor... akkor Magyarország, vagyis hát a mi hazánk, hogyha olyan pozícióban lesz, igényt tart Kárpátaljára. Ez elég nagy felháborodást okozott elsősorban külföldön, de azért a magyar sajtóban sem volt ennek olyan egyértelműen pozitív a fogadtatása, és akkor még finoman fogalmaztam. Mit gondolsz erről a kijelentésről, és van-e realitása annak, hogy közeljövőben szétesik Ukrajna, és Magyarországhoz lehet csatolni Kárpátalját. Mindenek előtt erről Toroszkai Lászlót kéne megkérdezni, ő nincs itt jelenleg a körünkben, hogy ő ezt hogyan gondolná, de most magáról a kijelentésről, vagy a vízhangról, ugye, természetesen minden ilyen kijelentés hatalmas vízhangot szokott kelteni, és erre szoktak hivatkozni furkós botként. Most mondhatnám azt, hogy Magyarországgal szemben is ilyen igények meg, megjelentek mondjuk Sesej Vajda részéről a 90-es években, ezt magyar riportereknek is elmondhatanán a panoráma adásában, jól emlékszem. Tehát ezen most, hogy valaki fölháborodik, hogy egy országnak vagy egy politikusnak van valamiféle történeti revízióra igény, akkor mindenki mindenkire haragudhatna. Tehát köztudott az, hogy, hogy Magyarország a 20. századból milyen negatív deficittel és területi deficittel jött ki. Tehát mondjuk az, hogy egy magyar politikus ilyen kijelentést tesz, ez, ez szerintem nem tudod, hogy miért kell ezen csodálkozni. Szóval más kérdés, hogy ez nemzetközi politikailag, ez hogyan lenne realizálható, mert az igénybejelentésen túl, vagy mi lenne ennek a jogalapja, hogy mire hivatkozzunk ugye, az, hogy Magyarország igény tart erre a területre. Hát ennek ez az egyik oldala, a másik pedig, hogy van-e geopolitikai realitása ennek a jelenlegi állóháború tekintetében, hogy, hogy Ukrajna szétesik, vagy visszasorvad, ezt én nem tudnám innen megj megjósolni, vagy megjövendőlni, hogy mi lesz egy hónap múlva, egy év múlva, vagy tíz év múlva Ukrajnának a sorsa, mint egész, vagy mint állam de valamiféleképpen valamilyen a területi csonkítás mellett is, ha a 2014-es határait nézzük, hogy az 1991-es határait Ukrajnának, ez az ilyen néven és állami kontinuitással fönn fog maradni. Én úgy látom a jelenlegi konstelláció szerint, tehát ezt egészében nem fogja tudni akár, mint Ukrajna, Oroszország a jelenlegi erőviszonyok között a befolyással -e venni, Ha mégis valamiféleképpen így alakulna a nemzetközi konstelláció, fölmerül a kérdés, hogy mire hivatkozva teszi ezt Torockai László, illetve Magyarország, hogyha mondjuk Magyarország kormánya tenni ezt. Ugyanis van itt egy, egy, nagyon érdekes közjogi, illetve nemzetközi jogi probléma, amire lehetne hivatkozni. És ez fölmerülhet a, a 2012-es alaptörvényel kapcsolatban is, ugye történeti alkotmány, mi egymás meg 44 március 19, vagy most szuverenitás így úgy, hogy tulajdonképpen azért a szó teljes értelmében nem történt egy visszaállítás a történeti alkotmánynak. Gondoljunk bele, akár március 19-et, október 15-öt, vagy április 4-ét, vagy bármit tekint valaki egy határ egy cezórának, egy választóvonalnak, Magyarországgal nem volt nem hogy békeszerződés, hanem mi Németországgal fegyverszünet sem. Tehát tulajdonképpen Németországgal mai napig nincsen békeszerződés. A, a 4 plusz 2-es nemzetközi szerződést annak tekintik gyakorlatilag, de az a kérdés, hogy jogutódja a szövetség, Németország kis szövetségi köztársaság a német birodalomnak, vagy nem, mert a bűnöket meg a a, a fizetni kell, de ugyanakkor mondja, hogy, hogy ez, ez, egy német közjogászok között is nagyon nagy vitákat generál ez. Viszont ugye a magyar állam, ez már 47-es békeszerződésnél egy probléma, hogy hogyan írja alá az a magyar kormány, ami deklaráltan nem a jogutódja a magyar királyságnak. Tehát ő nem volt hadviselőfél, sőt győztes fél volt, hisz hadat. És ami szovjet szolonyok árnyékában jön létre. Az idéglenes nemzetgyűlés, az hadat üzen Németországnak a sose állt hadban a szövetséges és társult hatalmakkal a második világháborúban, tehát győztes hatalom ilyen értelemben. Tehát itt ezek a, ezek a problémák merülnek föl, hogyha itt lenne egy ilyenfajta alkotmányos helyreállítás, akkor mindent újra kéne tárgyalni gyakorlatilag 44-től, ilyen szempontból is. És akkor meg lenne az a jogalap, hogy a magyar királyság ezeket a területeket, a legalábbis a 41-es nemzetközi határokat a saját területének teszi. Tehát ez a papírforma szerinti kérdés ezzel. A gyakorlati kérdés az több egyéb problémát vetne föl e ennek a területnek a visszacsatolása kapcsán, főleg a jelenlegi politikai légkör tekintetében, hisz e akárhogy nézzük, hogy Kárpátalján, hogyha a korábbi választásokat nézzük, a helyi nem magyar lakosság is e kilógott a sorból valamennyire. Most ez a háború, és nyilván az, hogy valakinek meghal a férje, fia, apja, az valamiféleképpen egy állami kohéziót kelt, és mondjuk az ukrán államhoz való hűséget alakít ki az ottani lakosságban, tehát ennek megfelelően mondjuk nem feltétlenül lenne a Magyar Impériumnak fogadókészsége, vagy olyan fogadókészsége, mint volt 1939-ben. Ez már ugye egy következő gyakorlati politikai probléma. Nagyjából én ez, ezzel indítanám ezt a beszélgetést, ugye részemről. Béla? Péter nagyon-nagyon kimerítően kivesészte a, mind a jogi, és ezen keresztül a történetiségét ennek a kérdésnek. Utalt ugye a gyakorlati problémákra. Én még behoznék egy olyan szempontot a képbe, hogy ilyen morális-erkölcsi szempontok. Ugye a morális-erkölcsi szempont az az, hogy Magyarországon nem csak egy jobboldalinak, hanem minden magyarnak, nemzeti minimumnak kéne lennie, hogy azt mondja, hogy nem, nem, soha. Tehát ezt, ezt nem, nem hajlandó ebbe morális és erkölcsi szinten ebbe belenyugodni. Azonban, a, mint azt tudjuk, az ilyen, ilyen eszmei kérdések, azok nem mindig hozhatóak szinkronba a gyakorlati kérdésekkel. És itt pedig e, reálpolitikai e, érzéknek kell megjelennie, ami belül megszólal, hogy, e, hogy e, hát a nem érzelmi e, alapon kell megnyilvánulni ebben a kérdésben. És e, itt egy picit problémásnak is érzem, bár nem, nem emlékszem, hogy konkrétan, hogy, hogy fogalmazott László, hogy az, mintha azt mondtad, hogy az ukrán államiság megszűnésének esetében, ugye? Igen, hát igen, a, hogyha az ukrán államiság megszűnik, akkor, akkor valami lesz azzal a területtel, tehát a terület attól nem szűnik meg, akkor egy nagyon ideális eset az, hogy, hogy Magyarország oda békefenntartókat, rendfenntartókat, majd pedig ugye, küld először, majd pedig ugye, akkor az állam részévé teszi, és nyilván más egyéb államok is akkor azonnal jelentkeznek. Ugye, itt, itt gyakorlatilag Attól a... félik, hogy Szlovákia vagy Románia hamarabb jelentkezne, és lehet, hogy hamarabb meg is kapná, hogy ismerve a román külpolitikát. Igen, igen, igen. igen, igen, igen. Vará az... igényük az első világháborúban és a csehekkel vita volt Kárpát a igen, igen, abszolút. Én most egyébként nem csak erre gondolok, hanem a, a teljes Ukrajnára, tehát gyakorlatilag itt számos ország jelentkezne be, abban a pillanatban, ugye itt lengyelek, oroszokról ugye nem is beszélve. Tehát jelentkező az lenne erre, na de ahogy az Péter is mondta, tehát ezek a gyakorlati szempontok, most már arra térek át, azért annak nagyon-nagyon a valószínűsége, én szerintem kimondhatjuk, hogy nulla, hogy, hogy Ukrajna államisága megszűnik. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy területi veszteséggel fogja bevégezni ezt a háborút, de ezek a területi vesztességek keleten lesznek. Az, az, a, az a kérdés, hogy ez mennyire megy be az ország centrumának az irányába. De az a kérdés nem merül fel, hogy ez nyugat-ukrajnára kiterjed-e. Tehát ez, ez fizikailag lehetetlen. Innentől kezdve. Euh, még, még a kérdés vizsgálata is érdekes. Még, még csak annyi, vagy mondj most, és akkor majd visszatérek, mert egy kicsit elkanyarodok erről. Igen, csak de. annyit akartam, hogy egyébként, hogyha tényleg eljutna oda a történet, hogy az ukrán államiság megszűnik, az lehet, hogy egy olyan helyzet következtében ö, valósulna meg, amikor lehet, hogy ott már a lengyel, a szlovák és akár a magyar államiság is már veszélybe kerülne, és lehet, hogy nem ez lenne a hát legnagyobb igen, baj. Igen, amit... ugye ezt, ezt én, én a, amikor most ezt a képletet vázoltam, akkor az én képletemben ö, Oroszország és Ukrajna hadviselő felek, de az, ahhoz, hogy Ukrajna államisága teljesen megszűnjön, azért nagy valószínűség szerint szükség lenne egy harmadik világháborúra. Amikor nem biztos, hogy Magyarország éppen olyan helyzetben van, hogy ő területi igényt nyújt be ö, bármilyen irányba ugye ismerve képességeinket, jelen pillanatban képességeinket. Most azok megint gyakorlati problémák lesznek, hogy ugye egy nagyon-nagyon régi népszámlálási adatok állnak rendelkezésre, ezek nyilvánvaló módon nem képezhetik most konkrét, exakt kijelentések tárgyát, de már több, mint egy évtizedes talán az utolsó népszámlálás. Hát már lassan 2001-es, 2002-es, tehát jó. már 20 éves. Jó, jó, igen, tehát már két évtizedes népszámlálási adatok állnak rendelkezésre, amik azt mutatják, hogy a térség lakossága 1 millió, 2-300 ezer, ha jól emlékszem, és ebből pedig 150 ezer magyar. Ez egy nagyon-nagyon gyakran hangoztatott fordulat, de hát ez most már sokat nem lehet erre alapozni, hiszen azóta a háború óta. Abszolút mértékben nagyon sok magyar jöhetett el onnan. Nem tudjuk, hogy, hogy aki mondjuk egy népszámlálásnál magyarnak vallja magát, de vegyes házasságban él. Az egyébként, amire Péter is utalt, hogy ő most egészen pontosan milyen identitással bír és milyen, milyen lojalitással bír az ukrán állam irányába. Ahogy azt sem tudhatjuk, ez már nem, ez, amiket most elmondtam, ezeket más szakértők is előveszik, de van egy, egy olyan dolog, amit ők nem szoktak, mert ez politikailag nem korrekt kimondani, de nem tudjuk, hogy a 2001-es népszámlálási adatokban az a 150 ezer magyarból hány cigány volt. Tehát erről nem tudunk. Arról viszont tudunk, hogy munkács térségében olyan mértékű cigány telepek vannak, hogy abba belegondolni is borzasztó. Az ő számuk nyilvánvaló módon gyarapodott, még a magyarság száma pedig csökkent. Azok a magyarok, akik a mai napig ott élnek, legnagyobb részben nyilván idősek lehetnek, akik nem kívánnak otthonról elmenni, mert most már nem akarja feladni a, a, azt a helyet, ahol egész életében élt, ezért részemről maximális respekt természetesen. Ö, és hát ezek a vegyes identitásúak. Tehát az, az egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy amikor megtörténik ez az aktus, hogy bármilyen formában, ha megtörténne ez az aktus, hogy Magyarország bármilyen formában azt mondja, hogy ez innentől kezdve akkor Magyarország, ö, akkor ö, hát ott egy brutális rendfenntartásra lesz szükség, és fel kell készülni a gerilla háborúra. Hát amit az ukránok fognak vívni. Természetesen, hát ráadásul olyan ukránok, akik a keleti területekről menekültek a háború után Pontosan nyugatra. Pontosan, és ne, így van, és akik borzasztó elvetemültek, magasan képzettek, és a háború világába jönnek. De ami nagyon lényeges, csak két mondat adó, és aztán engedlek, nem, hogy, hogy, hogy én ott voltam ezen a beszéden, és értelemszerűen a magyar tudatom, a hazafias életérzésem, az, az, nagyon örült ennek a kijelentésnek, és pirosra a tenyerem, de a gyakorlati realitás hogy amíg egy olyan katonai szövetség tagja vagyunk, mint a NATO, addig erre esélyünk nincsen, amíg az Európai Unió tagja vagyunk, pláne nincs esélyünk, és amíg az Atlantista Unőzet szövetségi körhöz tartozunk, akinek pontosan a fő érdeke az, hogy Ukrajna minél erősebb, minél nagyobb és Minél inkább jobban azt lehet mondani, kiaknázandó lehessen amerikai geopolitikai érdekeknek, addig ennek semmi realitása nincsen. És egyébként, bocsánat, csak még egy gondolat, hogy ugye miután ez a kijelentés megtörtént, és ugye a világbotrány megkezdődött ezzel kapcsolatban, nagyon sok ország úgy érezte, hogy meg kell nyilvánulnia. Oroszországot egyenesen megkérdezték, hogy a nemzetközi sajtóban a külügyminisztert, hogy, neki mi a véleménye erről, aki csak annyit válaszolt, hogy hát kérdezzék meg a szélső jobb hogy mi erről a véleményük. Tehát ő, egy ilyen kitérő választ adott, jelezve azt, hogy, hogy azért Oroszország nem gondolkozik ilyenekben. Mármint Tehát melyik szélső jobb az orosz szélső jobb Erre már nem tért ki a válaszában, csak, csak ennyit mondott, hogy hát erről kérdezzék meg a szélső jobb oldaliakat. Érdekes válasz. Hát, még annyit, bocsánat, hogy annyit fűznék ehhez a kérdéshez hozzá, hogy nyilván a Bélahoz csatlakozó ezt azért nem is vetettem föl, mert evidenciának vélem, ahogy mondjuk a magyar király koronázásokkor is akkor lettek a magyar korona országainak a zászlói állandóak, amikor Pozsonyban koronáztak már, amikor a kifli alakú. Magyarország maradt meg Erdélyen, hol ide, hol oda tartozva, közepén meg teljesen török megszállás alatt, tehát egy ős trianon alatt, hogy nyilván soha nem adjuk fel a területi integritásunkat, ezt nem adhatjuk föl, tehát ez, ez, tényleg egy nemzeti minimum, egy evidencia. Elvben csak, hogy erre mikor nyílik gyakorlatilag tér, és ezeket a területeket hogyan integráljuk vissza, mert ez a 18. században sem volt egy egyszerű kérdés. És valóban, hát ha egy, egy debellációval, tehát egy teljes, totális katonai megsemmisítéssel, ha mondjuk jelen esetben a harcoló fél, az az Oroszországi Föderáció, Ukrajnát mondjuk egészében elfoglalná, vagy megsemmisíteni úgyhogy hogy az államisága szétesik, az a kérdés, hogy ő mit szervezne ott, és milyen alapon, nem biztos, hogy Ukrajnát De ilyen Péter, néven egy NATO ott, tagállamnak akkor sem hát egy katonai szempontból stratégiai lenti fontos területet. Pontosan, 45-ben is azért kapcsolták oda Abban az Ukrajnát. esetben, igen, ha egy szövetségi rendszerben lenné, nagyobb esél adnám, igen. de itt sem. Bocsánat, ezzel a néven ugye a igen. szovjet sajtóban is, hogy Kárpát-Ukrajna, hogy a Kárpátok vonulatán túl legyen, túl az etnikai elven, hogy nyilván az ukrán nemzet részének tekintették ugye a, a ruszinokat, most független nekik az identitás ingadozásaiktól függetlenül. Tehát nyilván ez volt egy, egy etnikai elv, amikor ez 45-ben megtörtént Magyarországtól, illetve bizonyos értelemben Csehszlovákiától való odacsatolás, 45-46-ban, 47-ben véglegesítve. De ennek egy nagyon fontos stratégia oka, hogy a Kárpátok gerincén túl legyen Oroszország. Tehát ennek egy, egy nagyon fontos geostratégiai álláspont része van, és ezt nyilván Magyarország csak akkor kapna meg, ha Magyarország is ennek a szövetségnek a része. Tehát tulajdonképpen Oroszországnak a katonai akció rádiusza soprónik terjedne. Tehát ebben az esetben ö, lehetne ilyen területi... Ö, adományozásban reménykednünk, akkor sem feltétlenül. Tehát lehet, hogy adnának egy autonómiát Kárpátaljának, vagy egy külön állami, államocskát létrehoznak, mint Transnistria esetében. De már az is előrelépés lenne most a mostani helyzetben. Mihez képes, de igen, de nem mondjuk nem lenne ez egy területi visszacsatolás a Szent Korona testéhez. Úgyhogy valóban, ha Ukrajna szétesik, tehát itt most Ebből a, ebből a, szempontból is egy olyan vákum keletkezik, amikor Magyarország stabilan egy területet vissza tud szerezni. Nyilvánvalóan én maximálisan egyetértek az elnök úrral ebben, de hát ez egy olyan, olyan helyzetnek kell minden szempontból fönnállni, hogy ez az integráció stabilan megvalósulhasson. Én egyébként azt is hozzátehetjük, hogy az nem csak Kárpát hanem az összes elszakított területre igaz, hogy abban a világrendben, amiben most élünk, meg olyan körülmények és viszonyok között, ahol most élünk, ami, ami szerintem egy reálisan elérhető ilyen politikai akaratnak így ki lehet ezt jelölni, és a reál politika is ebbe az irányba haladhat, tehát ez nem egy ilyen, ilyen hazafias vízió vagy ábránd, az mondom akármilyen elszakított terület esetében, nyilván ja, nem baj, hogyha ott több magyarság is van, ráadásul erősen tudattal. egy kulturális és egy területi autonómia. Tehát ez, ez, a kulturális sem semmi, tegyük hozzá, de a területi autonómia azért már egy olyan védettséget ad ott a magyarságnak, amiben akár megfordíthatja az egyébként sajnos mindenhol csökkenőben lévő számarányát. És bocsánat, ez a magyar külpolitikai stratégiában nagyon minimalista dolognak tartom, fontosnak, tehát egy több lépcső stratégia kéne, amit akár most a kormány folytat, de bizonyos értem a mi hazánk programja is, hogy a magyarságot, nyilván az etnikai magyarságot, a népiséget erősíteni kéne. Csak ne felejtsük el, hogy a magyar nemzet eszme az nem tisztán etnikai alapú volt. Tehát, a, 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 bocsánat, egy területvisszacsatoláshoz meg kéne az ott élő, most az egész Magyarországot nézve, akár a Ponci hereket győzni Burgellandban, akár a szlovákságot, a ruszinságot, a románságot, hogy, hogy, ők valami regionális, akár transzilvanizmus, hogy Erdély egy önálló rész lenne, nem egy teljesen beintegrálva, vagy Kárpátalja. Ne feledjük, hogy 41-ben is autonómiát ígértek a ruszinoknak, sokan azért álltak a magyar oldalra, mert még bizonytalan volt ez az ukrán nemzeti mozgalom, és ott és a többiek azt mondták, a csehek nem adták meg nekünk, Hát most itt egy nagy dolog, hogy most létrehozunk egy Ukrajnát, akkor az ugye kilátástalan volt 39-ben, de a másik fele meg azt mondta, hogy jó, hát akkor a magyarokkal talán majd most sikerül kiegyezni. Hát ott volt egy négy év, amit sajnos ilyen szempontból, így nyilván közbért a háború, sajnos azért sok szempontból nem valósult meg. Tehát jó, kirakta két nyelvű táblákat, minden egyéb, de meg kell ezzel a visszaemlékezéseket nézni. Sajnos egyébként ott nagyobb romantika van az első csehszlovák köztársaság iránt. Egyrészt, mert még az a generáció, még egy része él, aki mondjuk 90 éves, aki az első, tehát 18 előtt élt, az nyilván nem él ott. Nagyon sokan egyébként Csehországban dolgoznak a kárpátaljaiak között, nyilván a nyelvi határ is kisebb mondjuk az ukrán, ruszin és a cseh között. Tehát mondjuk én egy nagyobb valószínűségét tartanám, ha mondjuk ott népszavazás lenne, és mondjuk az EU lenne egy, 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 vonzó szó, hogy oda tartozzanak, vagy a gazdasági felemelkedés, még lehet, hogy egy részük Szlovákiára szavazna. Most a háborús viszonyoktól egyébtől eltekintünk, tehát ezek, ezek, ezektől elvben, nem biztos, hogy Magyarországhoz szavaznának a nem magyar etnikum zöme. Egyébként, amikor a, a, a Szovjetunió szétesett, akkor a, azok a területek, amik most ugye a háború útján Oroszországhoz kerültek, tehát a, a két népköztársaság, a Szovjetunió széthullásakor népszavazás útján kerültek Ukrajnához, és pont, pont gazdasági alapon, hogy ők ilyen kis mostoha gyerekek voltak a, a Szovjetunióban, nem érezték Oroszország, nem érezték Mother Russia gondoskodó lét, és azt gondolták, hogy akkor ez majd Ukrajnában meg fog változni, mert, mert, mert egyébként egy, ipar, egy fontos iparterületről beszélünk sajnos ott sem érezték, ami, ami, most meg meleg ágya volt ott annak is, hogy fordult a helyzet ismételten. tehát ez, ez, egy egy államfőből, ez 18 is, és nincs egy erős államkohézió, tehát valaki a sarkára áll, mint Kemál tűr, akkor a tömegeknek a hangulata az mindig a gyengébb ellenállás irányába megy. Tehát az, hogy most 18-ban éppen hova álltak volna akár a románok, vagy a szlovákok, ott egy erősebb ellenállás van, hisz, hisz még például a, a nagyváradi ezred is, amikor megérkeztek az olasz frontról vissza a határa, a román katonák, és ott elkezdték beásni a határ. Mit csinálják? Hát itt a magyar határ, azért rendetek viszont hogy megvédjük. Tehát nem, nem volt ez az illúzió, hogy akkor most ők meg nem is akartak Romániához tartozni, és amikor visszaérkeztek a csapatok, ugye a magyar nemzeti tanács és a nemzeti is idézőjelben mondta, hogy dobjátok el a fegyvert, menjetek el, a román nemzeti tanács már rögtön elkezdte a románokat agitálni. Most ugyanis, ha most Ukrajna valami oknál fogva összeroppanna, nyilván a vesztesek oldalára senki nem akar érzelmileg állni. Lehetne egy olyan érzelmi vákum, ami átfordítható lenne. De ezek mind olyan felvetések és koncepciók, amik egyelőre nem a reálpolitika szintjén mozognak. És ezért nyilván ezért tette hozzá Toroszkai László, hogy ha és amennyiben Ukrajna államisága meg semmisülne ezt a fogalmat is használta, akkor ö, begyújtaná, vagy be kellene Magyarországnak nyújtani a területi igényét. Viszont világátrendeződés Igen. van, és így a történelem ennek függvényében nyitva adja a kérdést. Nem áll meg, így nem, van, nem áll van. meg. Mint ahogy Trianon sem volt előre. Így van. Eldöntött kérdés az sincs, hogy ez örök. Szerintem maradjunk ennyiben, mert ez az, ami a legjobban leírja ezt a helyzetet, és akkor az utolsó témánkra már nem marad olyan sok idő, talán nem is gond, hogyha a, szereplők, hogyha a szereplőket nézzük. Az Opre Roma párt, ugye ez a Kamarás István féle társaság. Zárt kedvenc pártja. Igen, ezúttal Ásot Halmon demonstrált, vagy élőzött Facebook élőben mondta el a véleményét bizonyos kérdésekről, és hát ott elég érdekes kiszólások voltak, például, hogy a cigányok kiszülik a magyarokat Magyarországról, úgyhogy többségbe fognak kerülni a cigányok hamarosan, meg akár a cigányok azt is vállalják, hogy kapucsinó gyerekeket csinálnak a magyar nőknek, és hogy a magyarok amúgy is menjenek vissza Mongóliába, onnan jöttek. Itt nyilván a helyszínválasztás az, amiatt történt, hogy Torockai László, a mi hazánk elnöke, ugye Ásotthalom polgármestere volt, és a mai napig ott lakik, és ilyen nem is tudom, milyen ordas eszméről is beszéltek, kamarásék, ami ásott halomban, szabadult el. Hogy értékelitek ezt a kis akciót, vagy nem tudom, mi volt ez? A, a kancatejet kifelejtette. és ja, visszatér Ez is visszatér a volt. Görbelábú kancatejet. Egyébként Jó, maga a videó, ugye nem először csinálnak ilyen felvételeket, tényleg nagyon viccesek tudnak lenni ezek a kis performancok legalábbis amikor először nézi az ember, de aztán ha belegondol a tartalmába, ugye pont az előbb beszéltünk Trianonról, és a határon túli magyarság helyzetét érintettük, miközben hát lassan ott tartunk, hogy a, a Csonkaországon belüli magyarság helyzetéről kéne lehet jobban beszélni jelen pillanatban, mert sajnos amit ez a, ezek, a, ezek az emberek ott ebben a nagyon vicces videóban megfogalmaztak, azoknak egy része sajnos azért igaz, és a jövőképünket meg fogja határozni. Úgyhogy erre, erre, egyébként mindenképp oda kell figyelni, oda kellene figyelni, mert, mert ez, ez, a része nem játék, és tényleg nagyon veszélyes folyamatokat hát nem csak indíthat el, mert ezek már zajlanak. Sőt, én tovább mennék egy lépéssel ebben a, ebben a kérdésben. Mert pontosan a magyar uralkodó elitnek, és ez egyébként Tisza Istvánnak is a nagy bűne volt, pedig Betlen István akkor szólt erről, hogy a telepítési program legyen a székelyeknek, hisz az egy szapora nép, 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 népesség volt a magyarságnak, és Amerikába mentek, meg Bukaresbe. Bukaresnek az egyharmada magyar volt sajnos, ugye őket már elvesztettük magunknak, tehát uh, asszimilálódtak javulni. Ez most is azért szám, számottevő a magyar népesség Bukarestben ugyan, tehát aki magyar etnikumú, annak vajja magát magyar anyanyelvű is. Viszont elvesztek ezek számunkra, és ne felejtjük el, hogy az Astra, az Albina Bank segítséggel vásárolta föl a magyar földeket, és már a háború előtt, a regátból telepítette oda a románságot, egy tudatos nemzetépítés volt, vagy most Mikszát nevethetett a, a kisfalodi körbe, amikor a, a Pavol Ország Fjezdoszláv aki ugye magyar költő akart először lenni, és utána lett szlovák költő, amikor verset írt a kisvalódi társaságban, akkor visszaírta, hogy, hogy Liptóból jó túrót várunk, nem rossz verseket. Tehát lehetett így röhögni a szlovák mozgalmon, meg a zsivélem, meg a a szlovenszkán, és nézzük magma, ma, hogy milyen hátrányos megkülönböztetés éri a magyarokat. Az elmúlt száz év alatt a magyarság száma nyilván a benes dekrétumoknak a nagy törése mellett is, hogyan fogy, hogyan asszimilálódik a magyarság, a magyar öntudat hogyan kopik a felvidéken, rőghettünk, de ma van egy szlovák és elég stabil. Most már lehet mondani, hogy idősebb vagyok, szlovák, mint szlovákia, de már egyre kevesebben mondhatják ezt, már 30 éve stabilan ott van. És visszatérve az Opera pártra, én itt tartok még egy hatalmas veszélyt, ha, bár ugye nagyon sok nekik is a belső ellentétük, hogyha ha valaki integrálni tudja valamilyen érdek mentén az egész dél-kelet-európai cigányságot Bulgáriától Szlovákiáig. Mert akkor itt beszéltünk Trianorról, meg hogy Nagy-Románia, vagy Nagy-Magyarország, majd mi leszünk helóták itt, mindannyian. És itt, itt lét, létre fog jönni a területi integráció, csak itt egy új Banglades néven, vagy új, új Pakisztán néven, ugye, Így egyébként, personál unióban. Egyébként így ebben van egy nagyon nagy veszélyforrás, de viszont alapvetően, hogyha csak ebből a pár idiótából indulunk ki, tehát, hogyha megnézitek a magyarországi cigánság történelmét, se történelmek, se kulturális, hanem ők önálló, úgymond autonómiát soha biztos életben nem igényeltek. Tehát itt az elmúlt 600-700 éve élünk velük ugye együtt, soha nem voltak ilyen törekvéseik. a olasz... képesség sincs meg. Köszönöm szépen, tehát maga a szociokulturális háttér, maga ugye a szervezőkészségük, tehát ugye a család a törzség, tehát ezen felül nem nagyon emelkedik, ők nem igénylik ezt. Mai napig, hogyha elbeszélgetsz, cigányokkal az ország bármelyik részén, tehát ők, ők nem tudnak ezzel mit kezdeni, amit ez a három talajdémon produkált, tudod? Mert, mert összességében véve ez egy, ez egy bohózat, egy, egy undorító bohózat, ugye megjelennek a cigánytelepről, odállnak, vagy, bedrogozva, vagy be drogozva, vagy bepiába, mert látszik mind a hárman, hogy kész van, mint a lecke, és tömény egyfajta fordított rasszista idézőjelben gyullett cunamit zódítanak a társadalomra, és ezt ugye törvénytelenül, vagy bocsánat, a törvény közbe közbeavatkozása nélkül tehetik, ami számomra megdöbbentő. Hogy ezt ők ezt hogy merik csinálni, mert hogyha idióták is, akkor is hát olyan hatályos törvényeket lépnek át a tevékenységükkel, mint azon... azonnali és retorziót. És igen, és bocsánat, hogy itt, itt vágok közben, és ez ezt terorizmus terorizmus akartam mondani. Nem, retorikailag, mert a nem a csak ugye itt volt az a Skita Magyarország nevű bohóztársaság, azért bármennyire is ők is ilyen viccesek voltak, mégiscsak 150 rendőr vett részt abban az akcióban, amiben őket el letartózták. Igen, mondjuk ott találtak éles lőfegyvert, tehát itt, ott egy ilyen ház. Hát szerintem itt is Itt is lenne, lenne, se, itt is lenne, is lenne hogy... szerintem, de viszont azt biztosan tudom, hogy meg viszonylag... mennyiségű kábítószert is találnának, hogy kimennének, vélelmezem. Az évek hosszú aktivitása alapján, ugye a betyársereg, hogy elég jól megismertem a Magyarországi Cigányság hátterét, biztos vagyok benne, hogy ezeknek nincs tömegbázisuk. Ez három bohóc, aki pénzt akar szerezni, ez arról szól, ezek erre a témára... Ez a rozsdásbökő, vagy ki... a ja, de, de ez, ezek, ezek tehát, tehát majd hogy nem úgy a színvonal, csak ezek még nagyobb az emberek, mert most a rozsdás bökő az, az ugye egy ilyen TikTok sztár, érted? Annak a profiába ez még bele is fér. De ez a három szemétláda, ez konkrétan, tehát olyan dolgokról beszél, amik azért bizonyos formátumban társadalmilag rejtenek magukba veszélyt, és olyan tényleg gyűlölködő kijelentéseket tesznek a többségi társadalomra, hogy az akár valóban megvalósítja a közösség ellen izgatás fogalmát. És az úszítás. Az úszítás, a... így van, így van. És a, ami a legfontosabb, hogy tehát persze, Értelemszerűen ők még ebbe a formátumban nem jelentenek veszélyt, szerintem ők nem is fognak ez a társaság, de valószínűsíthető, hogy igen, elő fog jönni egy, egy Azt lehet mondani, hogy komolyabb társulat majd valamikor, tehát létre fogják hívni ez bizonyos háttérrel. Nem előtt. is feltétlenül a cigányságból jön majd az a igen, réteg, aki. Igen, akik valóban is felvalósítanak ilyen helyi kiadású Márkusz Grévit, Malcomix, ugye Luther King, vagy lehet sorolni itt a és ezek bohócok, tehát ez még semmi. Ezeket szerintem maga a magyarországi cigányság fogja agyon egyszer, mert annyira lejárató és annyira igénytelen. Ez a fostengel kategória, amit ezek itt tolnak. Igen, hát itt ezt a videót, amikor megnéztem, akkor nyilván ja, nevettem rajta, amellett, hogy amit, amire mindannyian utaltatok, hogy hosszú távon élik abban, hogyha az engedve van nekik, hogy így viselkedjenek. Szerintem ez nagyon jól körül lett járva már előttem is a téma, úgyhogy én csak annyit tennék hozzá ehhez az egészhez, hogy Uh, ezt a videót uh, ilyen oktatóanyagnak is lehetne egyébként használni. Így azt lehet uh, ezzel kapcsolatban bemutatni, hogy a többségi társadalom uh, az nagyon sokszor ugye azt mondják a különböző jogvédők és ilyen politikailag korrekt szervezetek, hogy hát negatív sztereotípiákat táplál a cigánysággal szemben. Uh, itt egy, egy, ilyen eltúlzott uh, karikatírisztikus uh, uh, megjelenés van, amivel, amire rá lehet mutatni, nem, ez tapasztalat. Az ő esetükben mindenképpen köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok a gondolataitokat, nézőinek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és legközelebb is tartsanak velünk.